Sziasztok, Piroska vagyok. Egy kicsi helyszínváltoztatással, de egy újabb selfie terméket postolok meg. Ő a következő a soromba, és nagyon örülök, hogy végre eljutottam ide, hogy kóstolhatok, mert tudok hogy hozzá videózni is, ugyanis a vitamétet fogom megkóstolni. Egész pontosan az almás körte ízű vitamét lesz, és azért örülök neki nagyon, mert a vízivással, főleg a hétköznapok során nagyon nagy gondban vagyok, amikor munka közben nagyon nehéz odafigyeljek arra, hogy meglegyen a megfelelő folyadékbeviteli mennyiségem. Ez sajnos sokszor nem is jön össze, de remélem, hogy ez segít azon, hogy ez most változhasson. Nézzük, hogy közben milyen íze van. Gondoltam, hogy kicsit örülni fogtok a környezetváltozásnak. És kijöttünk ide a Velence partjára, hogy legyenek klassz felvételek. És hogy jól érezzük magunkat ebben a csodaszép időben. Na, nagyon szép nyárias idő van, remélem, hogy mindenki ki tudja ezt használni most így a programban. Aha! Elsőre azt hittem, hogy nincs meg a kanál, de megvan a kanál. Nézni. Ugye kibányásszuk. Nagyon jó. Mondom az adagolást, a mennyisége a víznek az 1,5 liter. És a 1,5 literbe kell belerakni egy adagot, az 50 g, tehát egy kanálka. És mivel itt egy pléden vagyok, próbálom úgy csinálni ezt az egész folyamatot, hogy lehetőség szerint ne borítsak ki semmit, de ha mégis kiborítok, ami elég jellemző rám, akkor legalább tudtok egy jó ízűt nevetni rajtam. Jó. Szélben ne vitamétezzetek, mert nagyon szép, finom, poros és száz. Egy mérőkanál. Gyorsan be is zárom, mielőtt a szél az egészet elfogyasztja itt nekem. Remélem egyébként, hogy a hang jó, mert hiába hoztam webkamerát, mobillal veszem az egészet. Aztán nem tudom, hogy milyen a minősége, mert elég öreg kis mobiltelefonom van. Hú, de jó illata van. Ha mindenit, még csak kavargatom, de már most nagyon jó illata van. Kicsit gondban vagyok, mert valami keverőkanalat hozhattam volna, és most csak így egy késsel bohóckodom, de én érzem, hogy az így jó lesz. Na nézzük. Rakjuk. Természetesen a plédet lecsöpögtettük, úgy, ahogy az kell. Na nézzük. Próbálom úgy ötteni, hogy lássátok. Abszolút ilyen limonádé jellegű a dolog. Nézetre, és az illata is nagyon kellemes. Határozottan ilyen almás körtés beütése van az illatnak. Van mellé valami plusz illat, amit nem tudok megfogalmazni, hogy mi lehet. Zseni. Jó. Ez pont ugyanolyan jó, mint az előző is, hogy érezni az almás körtés ízt, kellemesen édes is, de nem tolakodóan édes, és nem tolakodóan almáskörtés ízű. Tehát nem ilyen, hogy ajtóstól ront a házba az ízvilág, hogy almáskörtés vagyok és édes, hanem egy ilyen almáskörtés vagyok és kellemesen édes beütésű. Ezt én úgy gondolom, hogy hidegen nagyon jól lehet fogyasztani, pont úgy, mintha egy ilyen gyümölccsel felturbózott vizet innál. És nekem ízlik. Nekem ízlik. Mikor az ember kicsit úgy édesebbre vágyik, olyankor lehet, hogy egy picit több ízt, vagy egy nagyon pici édességet el tudna viselni, de hosszú távon fogyasztva, és nyáron a nagy melegben szerintem ez kimondottan jó és hűsítő hatást fog adni. És hozzá kell tenni ehhez a kóstoláshoz azt is, hogy nagyon meleg a víz, tehát hogy meleg vízzel kóstolom konkrétan a dolgokat itt a kempingben. Nekem így még meleg vízzel is nagyon ízlik. Ha esetleg nagyon-nagyon nagy változás van meleg és hideg vízes fogyasztása esetén, akkor majd kiegészítem ezt a videót. Én bátran ajánlom nektek, hogy ezt az almás körtés ízt mindenképpen próbáljátok ki a vitamétből, mert finom, baromi finom.
ennyit tudok hozzáfűzni ehhez is. Igen. Így próbálnék keresni bármilyen negatívumot, hogy ne legyen az, hogy elfogult vagyok, vagy bármi, de nem tudok mondani. Tehát, hogy kellemes, nincs utóíze, jól esik, most a videó közben is szívesen újra beleinnék. Én úgy gondolom, hogy nem lesz gond innentől a vízfogyasztással, sokat fog segíteni, hogy van vitamintem, és tudok már így is vizet fogyasztani, és ez is hozzájárul, hogy segítsen az egészséges életmódban. Remélem, hogy nektek is tudtam segíteni, legyen nagyon szép hétvégétek, csodás napotok, és remélem ti is eljuttok vízpartra, vagy bárhová, ahol jól érzitek magatokat így a természetben, a szabadban, és nagyjából ennyi. Legyen szép estétek, napotok, vagy amikor éppen nézitek ezt a kis videót. Szervusztok, sziasztok!